A Soros Alapítványt azt hiszem mindenki ismeri, de Soros Györgyöt személyesen nagyon kevesen. Ön 1947-ben ment el Magyarországról. Néhány mondatban összetudná foglalni a karrier történetét? Igen, én Angliába mentem, ott voltam diák, elég nehezen, mert nem volt pénzem, tehát nagyon nehéz volt azt. Aztán a végén egy tőzsde munkával foglalkozó banknál kötöttem ki, és onnan mentem át Amerikába 56-ba, szeptemberben, éppen a forradalom előtt, és ott tőzsde szakmán különböző állásokon keresztül a végén a saját befektető cégemet alapítottam meg, elég későn, 69-ben, és azóta azt csinálom. Tehát önnek soha nem volt cége, gyártó cége, hanem ön mindig a pénzpiacon dolgozott. Mindig a pénzember vagyok, igen. Meg lehet tanulni a tőzsdét? Hát kell tanulni, hogy meg lehet-e tanulni, nem mindenkinek. Mi az, ami tulajdonképpen a sikertitka, az ön sikerének a titka? Hát ez nagyon nehéz megválaszolni. Főleg az, hogy nagyon féltem a vesztességtől. Szóval óvtam magamat attól, hogy túl sokat veszek. És mi a megoldás ilyenkor? Hát kritikus gondolkozás. Szóval én nagyon kritikus vagyok magammal szemben is, és befektetéseimmel szemben. Szóval a hibákat idejében megtudni és korrigálni. A tőzsde szakmában az intuíció az fontos szerepet játszik? Nálam igen. Magyarul, ha jól értem, akkor jó időben kell befektetni, és jó időben kell kivenni. Ez a sikertitka, igen. Na most ezt jobban megfogalmaztam, mint én. De honnét lehet tudni, mi a jó idő? Na jó, hát ez kell egy bizonyos elgondolás, ítélet, szerencse, szóval ez egy elég komplikált dolog. Tehát, ha jól értem, akkor a 60-as évek elején váltott át, és akkor kezdte el a saját vállalkozását. A 60-as évek végén, 69-ben, tehát tulajdonképpen, és csak 73-ban lettem teljesen önálló. Szóval az egész tőzsdecégem csak 20 éves, 21 éves. Szóval késői kezdő vagyok. Na most én nem tudom, hogy igazából ön milliómos vagy milliárdos? Tudja, hogy mennyi pénze van? Nagyjából tudom. És tudja, hogy mennyi pénze van? Tudom. És körülbelül akkor melyik kategóriába tartozik? A milliómos vagy tudom, csak nem mondom. Jó, hát nem, nyilván nem fillérre gondolom. De én úgy tudom, hogy a világ egyik leggazdagabb ember. Hát aránylag igen. Igen. A gazdagság önmagában ezt kielégíti? Jól esik. Azt hiszem, hogy ez a gazdagság kellett ahhoz, hogy ön a Soros Alapítványt létrehozza. Ez tényleg így van. Mi ennek a lényege? Szóval az, hogy megengedhettem magamnak, hogy volt pénzem, akkor aztán elkezdtem azon gondolkodni, tulajdonképpen mit is érdemes ebben a pénzzel csinálni. És akkor kezdtem az alapítványt, körülbelül 10 év, szóval 10 évvel ezelőtt, 1980-ban. És tulajdonképpen az én célom a társadalmi rendszer megváltoztatása. Különösen a kommunista országokban, ahol a célom az volt, hogy a dogma hatalmát, a dogma monopóliumát megdönteni. És ezt tette az alapítvány azáltal, hogy egy alternatívát teremtett,
olyan tevékenységekre, amely a társadalom színességét és több rétegűségét elősegítették. Tehát nem, tehát olyan tevékenységeket is tápolt, amelyek nem az államtól függtek, nem a párttól függtek, hanem a társadalom tagjai saját maguk akartak valamit elérni. Ön beleszólt abba, hogy ki kap ebből az alapítványból, kiket támogat? Én tagja vagyok a bizottságnak, tehát bizonyos fokig bele, én főleg csak abba szóltam bele, hogy milyen fajta programokat támogassunk. Nem szóltam bele abba, hogy kik kapják. És mindenben, amennyire csak lehet, egy verseny alapján döntöttünk. Tehát mondjuk Oxfordba kiutazni, az egy verseny. Külföldi ösztöndíjat kapni, meghirdetni, és aztán érdemszerűleg dönteni. Ez akkor egy rendszer változtatást jelentett. Ami bejött. Ami bejött. Egyesek azt mondják, hogy ön már többet adott Magyarországnak, mint annak idején Széchenyi. Hát azt nehéz összehasonlítani, mert azt hiszem, hogy a pénznek akkor nagyobb értéke volt. Én hidat minden esetre nem építettem. Habár ez is egy híd, amit ön épített. Igen, igen. De ön nem csak Magyarországon létesített alapítványt, ha jól tudom, akkor 10 alapítványa van, igen, különböző helyeken a világban, még Kínában is. A kínai az fel van függesztve, mert ott kicsit tönkrementünk, leégtünk. Milyen értelemben? Hát tűnik, az alapítvány, ez a fajta játszma a hatóságok és köztem. Ugye mind a ketten ki akartunk egymást használni, és Kínában a hatóságok nyertek, még talán Magyarországon mi nyertünk. Ha én, mint laikus, pénzügyi, aki a pénzt igazából használja, keresni nem nagyon tudom, ha elkölteni tudom használni, nem igazából. Én nem tudnám ma megmondani Magyarországon ma az a gazdasági helyzet, ami kialakult, hogyan változtatható meg. Vannak hétköznapi ötleteim. Ön, aki ezt a dolgot fölülről látja, és ön nagyba gondolkodik, milyen kiutat lát? Van-e valami ötlete, hogy hogyan lehetne ezt a... Ez nem egy ötlet kérdése, hanem egy komoly, átgondolt, tervszerű változtatás, átváltás. Volt egy úgynevezett Blue Ribbon Commission, amiben én részt vettem egy bizonyos fokig, amelyik kialakított egy ilyen tervet. Kicsit általánosságban van, túl általános, és az ilyenfajta bizottság, az mindig kicsit elmosódnak a dolgok. De mondjuk több gondolatom benne van, különösen a privatizációval kapcsolatban. Talán túl sokáig tartana részletekbe menni. De... Több mondatokban. Hát igen, nézze... Tudom, hogy nagyon nehéz, de... Igen. Szóval egy nagyon nehéz helyzet előtt áll az ország. Talán az első feladat az, hogy a piaci rendszer fegyelmét be kell vezetni az államosított vállalatoknál. Szóval el kell érni azt, hogy az állami tulajdonban levő vállalatokat is érintse a piaci pénzügyi megszorítások, hogy ne legyenek kivételek. Ez az első. Ugye? És aztán hosszabb lejáratban meg kell változtatni a vagyoni, a tulajdon viszonyokat, és egy jobb mérleget a privát és az állami vagyon között. Amerikából hogyan látszik ma a magyar gazdaság? Nézd, a magyar gazdaságnak jó sajtója van.
nagy az érdeklődés, és csak most az utolsó pár hónapban kezdenek tulajdonképpen a nehézségekről kellőleg tudomást szerezni. Azt gondolom, hogy Kelet-Európában, most nevezzük Közép-Európának, egyfajta nagyon radikális változás ment végbe. Mi a vélemény erről a változásról? Nézze, nagyon fontos, hogy radikális legyen a változás. Szóval érdekes módon Lengyelország, amelyik sokkal rosszabb állapotban van, mint Magyarország, bizonyos szempontból jobb helyzetben van, mert egy valódi komoly változás, radikális törés jött létre. Nagyon mély pontról, de van egy remény, hogy onnan most megint más irányba mehet. Magyarország sokkal jobb állapotban van, és ha hajlandó egy komoly változást bevezetni, most, hogy az új kormány egy legitim demokratikus kormány veszi át az ügyek kezelését, akkor Magyarország jobb helyzetben lenne, mint Lengyelország. A félős az, hogy nem hajlandók erre a kemény változásra. A Szovjetunió beli változásokról mi a vélemény? Nézze, a Szovjetunió helyzet sajnos kritikus, mert ott bomlófélben van az egész gazdaság, és nem látom se a politikai bázis, sem a tudásbani bázist, ami ezt megváltoztathatná. Úgyhogy én szerintem csak külföldi, nyugati beavatkozás, segítség tudna ott komolyan változtatni. Szóval én nagyon nyomom és prédikálom ennek a szükségességét. Lengyelországban ez megvan, szóval a nyugat hajlandó, és exponálta magát, és fogja továbbra, és ez is fog segíteni. A félős, hogy a Szovjetunióban a kellő pillanat már el is múlt. Tudnélik, a máltai egy találkozás lett volna az a pillanat, amikor a nyugat tehetett volna egy komoly gesztust, mert az volt a pillanat, amikor Gorbacsev tényleg a legszebb pillanatában volt nyugat szempontjából. Azóta most a balti államokkal való konfliktus, meg mi, most nagyon megzavarodott a dolog, de szerintem lesz még egy pillanat, amikor ez aktuális lesz, de szerintem lesz még egy pont, amikor a reformerek, akik a progresszívek hatalomra jutnak a Szovjetunióban. Tudni, most nincsenek hatalmon. Most tulajdonképpen kétfajta kormányzat van, az egyik a külpolitikát vezeti, és ez tényleg progresszív, és a másik a gazdaságpolitikát, és ez meg egy az ellenkező irányba megy. Mit gondol, hogyha mégse sikerül ezt a pontot a közeljövőben megtalálni, akkor mi történik a Szovjetunióban? Sajnos a legrosszabb káosz várható, és ez Magyarországra is nagyon káros hatással lesz, mert lesz egy ilyen fajta örvény a Magyarországhoz közel, amely egy gazdaság, amelyel Magyarország közeli kapcsolatban van, és ez az örvény majd lehet, hogy be fogja húzni Magyarországot. Szóval arra gondolok, hogy a KGST ugye bomlóban van, és annak a megszűnése Magyarországnak nagyon nagy megterhelést fog jelenteni 92-ben. Tehát 92-ig kell kihúzni valahogy? Nem, 92-ben lesz az igazi kritikus pont, mert 91-re még Magyarország kap körülbelül 800 millió dollárnyi hitel visszafizetést
a Szovjetuniótól. Tehát az 91-ben korrigálni tudja ezt a vesztességet, de 92-ben ez már ki fog futni. Én azt gondolom, hogy a tőke, ha már egyszer tőke, akkor nyilván nem hülye, oda megy, ahol a dolgok valamennyire stabilak. Tehát ahol káosz van, ahol a dolgok nem rendezettek, ahol nem lehet tudni, hogy holnap után mi történik, oda a tőke nem szívesen megy. Ez így van. Tehát egyfajta ellenmondást érzek, hogy a tőke miért jönne mondjuk Magyarországba, vagy miért menne a Szovjetunióba ma? Hát szóval a Szovjetunióban már nem is megy. És a nyugati tőke ítélete a Szovjetunióval kapcsolatban egy 180 fokos változáson ment át az utolsó pár hónapba. Szóval az optimizmus felé hajlamos túlzás, most a pessimizmus felé hajlik. Szóval bomlik a szovjet gazdaság, de nem bomlik olyan gyorsan, mint ahogy megváltozott a nyugati ítélet Szovjetunióval kapcsolatban. Szóval ez egy fontos tényező. Magyarország felé ez még nem érvényesült, de van egy veszély, hogy itt is egy kicsit ki fognak ábrándulni a nyugati tőkések. Na most amellett az is hozzá kell tennem, hogy ami most történt, mostanáig történt a privatizációban, meg a vegyes állatoknál, az túlságosan a külföldi partnerek előnyére volt. Szóval az a veszély is van, hogy aztán egy ilyen ellen szemv alakul ki a nyugati tőkével kapcsolatban, már pedig arra nagyon nagy szükség van Magyarországon. A megbízható fix tőkére. Arra a tőkére, amelyik aztán magyarországi gyártással a külföldi piacon jelentkezik, mert a magyar iparnak nincs meg a tudása arra, hogy kell a nyugati piacon jelentkezni. Tehát erre kellenek a nyugati vállalkozók Magyarországon. És ez nem azt jelenti, hogy kiárusítják az országot? Ez így van. Igen. Ha jól tudom, akkor ön valamikor igazából filozófusnak készült. És néhány mindig annak készülök. És néhány filozófiai munkát is írt. Mi önnek a siker? Tessék? Mit jelent önnek a siker? Megelégedést. Szóval a siker az egy fontos. Lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Tehát én arra gondolok, hogy ön, mint filozófus, igazából nem sikeres, igazából kielégítetlen. De azért nem még próbál. Nézd, én most megint írtam, most a második könyvem jelenik meg jövő hónapban, úgyhogy én még nem adtam fel a reményt. És még egy fiatal ember vagyok, ugye? Úgyhogy még van, mint fiatal filozófus, még esetleg valami. És ha jól tudom, akkor újságírással is foglalkozott. Gondoltam rá, de azt nem jutottam hozzá, úgyhogy nem írtam egy pár cikket, de nem különlegesen. Én azt hallottam, hogy ön Magyarországon egy újságot szeretett volna indítani, illetve megvásárolni. Na, az nem egy személyes akció, az alapítvány részéről nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen egy önálló és nívós sajtó, úgyhogy az alapítvány továbbra is foglalkozik ezzel a gondolattal, egy önálló napilapot létrehozni. Valószínűleg valami nyugati társal, amelyik hozza aztán a tudást, a gazdasági tudást, és jó újságírókkal Magyarországon. És lehet erről már valamit mondani esetleg? Nem, mert még nem jött létre, de foglalkoztat. Ugye azt hiszem köztudomású, hogy a Magyar Nemzettel voltak tárgyalásaim, de ott nem tudtunk megszabadulni a múlt terheitől, úgyhogy amiatt az nem jött létre, és aminek örülök is. Úgyhogy azt hiszem valami teljesen újat kell kezdeni.
És erre van a kilátások, hogy tudod, mikor jönne össze a dolog? Megvan ez a veszély.